Kassai György keresett meg ezzel, aki sokáig tanította az egyetemen, meg a doktori iskolában is, és akkor kiderült, hogy ők ágensen már régóta foglalkoznak ezzel az anyaggal, és nagyon fontosnak tartom azt a színházi gesztust, vagy aktust, hogy estéről estére Gyurival együtt nem csak egy hagyományos előadás, hanem egy folyamatos tudásmegosztás történik, és ezért vállaltam el. Maga a média anyag az pedig az iszonyatosan erős, tehát nagyon szélsőséges, egy nagyon karakán, okos, szélsőséges, de a szónak abban az értelmében, hogy el mer menni a végletekig, és bele mer állni a dolgokba. Egy ilyen nőről szól, aki ezért is nem olyan meglepő a társadalmi reakció, hogy egy kirekesztésre szorul, és a történetünk ott kezdődik, hogy egy minden funkciójától megfosztott nőt látunk, aki leszámolt a múltjával egy férfiért, és ez a férfi itt hagyja, aki a gyerekeinek is az apja, szóval mind nőként, mind feleségként, mind anyaként, mind egy társadalmi beilleszkedés megkérdőjeleződik, sőt az egész múltjával szembe kell néznie. Itt indul egy jó dráma szerintem.